A pécsiek fele még nem fizetett. Szeptember 17-e a határidő. Kevesebb dolgozót épít le az egyetem. Hamarosan végéhez ér a létszámcsökkentés. Garázslakók zavarják az egyik utca nyugalmát Pécsett. Az önkormányzat megszüntetni ezt a helyzetet. A Petőfi utcát is felbontják, finiséhez ért az idei gázvezeték rekonstrukció. Jó estét kívánok, Önök a Pannon Televízió csütörtöki híradóját látják. A szekszárdi törvényszék ítéletében kimondta, Hoppál Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője, megsértette a Magyar Szocialista Párt jó hírnevét. A bíróság ezért arra kötelezte Hoppál Pétert, hogy közleményben fejezze ki sajnálatát, mert valótlanul állította, hogy a szocialisták 3 milliárd forinttal jutalmazták saját magukat Pécsett, ez áll a Szocialista Párt pécsi szervezetének közleményében. Hoppál Péter válaszközleményben úgy reagált, hogy a szocialisták közleménye hemzseg a csúsztatásoktól. A kérdéses MSZP-s városházi jutalombotrány ügyben ugyanis nem született jogerős ítélet, tette hozzá a politikus. Az elsőfokú végzésben a Páva Zsoltra vonatkozó keresetüket teljesen elutasította a szekszárdi törvényszék. Erről azonban Hoppál Péter szerint hallgatnak a szocialisták. Ugyanezen elsőfokú végzésben pedig nem rendeltek el sem bocsánatkérést, sem pedig kártalanítást, csupán egy pontosító hír közzétételét. Hoppál Péter ezentúl hozzátette, a per nem zárult le. A pécsiek közel fele fizette be a mai napig a helyi adóterheket. A kötelezettség megfizetésének határideje hétfőn éjfélkor lejár. Pécsváros vezetése az idei évben 11 milliárd 649 millió 600 ezer forintot vár az adóbevételekből. Még nincsenek elkésve a helyi adók megfizetésével a pécsiek, ugyanis még két munkanap áll mindazok rendelkezésére, akik eddig nem tették meg ezt a kötelezettségüket. Pécsváros közgyűlése az idei évre 11 milliárd 649 millió 600 ezer forintban határozta meg a helyi adókból, bírságpótlékokból származó bevételt. Ezek csütörtöki közel 50%-ban teljesültek. A legnagyobb tételt a helyi adóknak az iparüzési adó teszi ki. Ennek a mai teljesítése az 42% környékén van. Utána mondjuk az építményadó, ami 60%-os teljesítmény környékén van, és gépjárműadó pedig, amelyik 63%-os teljesítménnyel alakult a mai napon. Mint Zsolt elmondta, a második fél évre szóló fizetési csekkeket mindenkinek meg kellett kapnia, ugyanis még júliusban elkezdték őket kiküldeni. Akik valami oknál fogva nem kaptak csekket, azok az irodán jelentkeztek, illetve lakcímváltozás bejelentés esetén a hivatal újra kiküldte a papírokat. A 17-i határidőt, ha valaki elmulasztja, akkor késedelmi pótlék kezd el számolódni neki, ami a jegybanki alapkamat napokra számított kétszerese. A helyi adók második részletének befizetésének határideje szeptember 15-e, azonban mivel az a nap hétvégére esik, így még 17-én hétfőn is be lehet majd fizetni az összegeket. Nem veszélyeztetni a vízbázisokat a mecseki uránbányászat. A vízbázisok védelmét szigorú előírások biztosítják, a White Horse pedig törekszik a lehető leghatékonyabb módon megfelelni a környezetvédelmi kívánalmaknak. Ez az irányelv biztosítja, hogy a mecseki uránbányászat újjáélesztése nem jelent veszélyt a környékbeli vízbázisokra, adta hírül a cég közleményében. A White Horse Energy jelenleg a mecseki uránbányászat újraindításában rejlő lehetőségeket tanulmányozza, de már e felmérésben kiemelten kezeli a vízbázisokra vonatkozó hatásvizsgálatot. A környéken élőket emellett az is megnyugtathatja, hogy a vízbázisok védelmét szigorú jogszabályok biztosítják, és kizárólag azokat betartva lehet bányászati megoldásokat engedélyezni és végezni. A White Horse garantálja, hogy a létesítményei és azok majdani üzemeltetése is a jogszabályokkal összhangban készül el. Kevesebb dolgozót küldenek el a Pécsi Tudományegyetemről, mint ahogy korábban tervezték. 62 dolgozó elbocsájtásáról döntött még májusban az egyetem vezetése. Az intézmény humán szolgáltató iroda helyettese azt mondja, a döntés után 16 üres álláshelyet vontak be a folyamatba, majd 4 embert el tudtak helyezni az egyetemen. Jelenleg is folyik a csoportos leépítés.
Az egyetemi könyvtártól, a gazdasági igazgatóságról, a klinikákról, valamint a FEK-ről küldenek el egyetemi dolgozókat. 42 főre csökkent a valójában leépítendők száma. Ebből 39 esetben már kikézbesítettük a felmentést, és hát itt a felmentési idők ketyegnek. A három olyan kollégánk van, aki ebben az időszakban táppénzen volt, és ez ugye a régi MT szerint egy felmentési védelmet jelent, úgyhogy az ő ügyük van még függőben. Több millió forinttal több pénz marad a város kasszájában a fizetőparkolásból, amióta a Biocom végzi a szolgáltatást. Simon István, a Biocom Kft. Városüzemeltetési vezetője a bama.hu érdeklődésére elmondta, hogy a 2012-es év első féléves adataiból az látszik, hogy a parkoló zónákból származó bevételek enyhe növekedést plusz 2-3% mutatnak, összehasonlítva az előző év hasonló időszakával, amikor még a Gámán Kft. Üzemeltetett. A különbség egyébként jelentősnek mondható, ugyanis a Biocom számításai szerint mintegy 60 millió forinttal több marad a pécsiek zsebében. Zavarják a környék nyugalmát, az utcán végzik a dolgukat, illetve szemetelnek, panaszkodnak a pécsi Bokor utcában lakók. A közeli garázssorra olyan családok költöztek nemrég, akik nem tartják be az együttélés szabályait. Ráadásul a garázsokban víz, villany nélkül nevelik gyermekeiket. Az önkormányzat meg akarja szüntetni a kialakult helyzetet. Kint hagyott fürdőkád, kabát jelzi, hogy emberek élnek itt a pécsi Bokor utcai garázssoron. Köztük a 82 éves Gál Anna is, már 11 éve. Azt mondja, megvan itt mindene. Minden van, ventilátorom, milyen meleg, hideg, akkor olajvillany, ott van, van nekem minden a világon. Fürdőszoba is van? Vagy hogy tetszik fürdeni? Hát megyek fürödni. Harkányba, Szigetvárra, minden. Többen élnek itt már régóta, mondja Gál Anna. Velük nincs baj, csak az újonnan érkezőkkel. Nagyon rendes a sarkon, a kanalas, az régóta itt van, a többi az. Hány család? Kettő-három. A szomszédok is azt mondják, név nélkül nem a nénivel van baj. Nem gondolom, hogy gyerekeknek itt kell víz, villany, mosdó, egyebek nélkül itt kell fölnőni. És szomszédokat? Rengeteg szemét van, hát itt végzik a dolgokat, ahol éppen rájuk jön. A Bokor utcai garázsok közül 25 az önkormányzaté. Ide költöztek be önkényesen azok a családok, akik zavarják a környék nyugalmát. A Népjóléti Bizottság elnöke azt mondja, az önkormányzat meg akarja szüntetni a kialakult helyzetet. Föl kell venni az okokat, ugye ez egy nehéz dolog, mert ha nincsenek otthon, akkor nem tudjuk az önkényesekre, hogy kik az összümet. Föl kell venni az adatokat, és utána hivatalosan meg kell indítanunk a kilakoltatás érdekében az eljárást. Mór Eszter azt mondja, még nem tudni, mi lesz ezekkel a családokkal. Lehet, hogy kaphatnak majd bérlakást, de elképzelhető, hogy nem jogosultak rá. A kiskorú gyerekek pedig indokolt esetben akár állami gondozásba is kerülhetnek. Véget ért szerdán a Damjanics utcai gázvezeték rekonstrukció, így tegnap óta a szokott útvonalon közlekednek a 32-es és 36-os autóbuszjáratok. A munkálatok most a Petőfi utcában folytatódnak, ez pedig az egyik utolsó üteme annak az idei nagy gázvezeték rekonstrukciónak, amelynek keretében félmilliárdos nagyságrendben újultak meg a pécsi gázvezetékek. Az út, illetve gyalogjárda felbontással járó munkálatok időtartama alatt gázszünet nem lesz, a szolgáltatása megszokott módon vehető igénybe. Mindössze az úgynevezett átkötés idejére, ami néhány órás időintervallumot jelent, szünetel majd a földgázszolgáltatás. Ennek időpontjáról az érintetteket szórólap útján előzetes tájékoztatást kapnak. Hétfőn indul a Petőfi utcai gázvezeték rekonstrukció utolsó üteme. A munkálatok félpályás útzár mellett zajlanak, illetve a fizető parkolókat ez alatt az idő alatt nem lehet majd igénybe venni. Október végére várható a munkálatok teljes befejezése. A Munkavédelem Európában címmel szemináriumot tartottak csütörtökön a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szerepe és tevékenysége, a munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei, feladatai is szerepeltek az előadások témái között.
a munkavédelem baranyai helyzetéről a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve számolt be. Eredményes volt az elmúlt 22 hónap munkája, ezt mondták a Dél-Dunántúli Gyógy és Termálturisztikai Klaszter záró konferenciáján. A Magyar Hertelenden megrendezett projektzárón a régió szinte összes fürdőkomplexumának igazgatója részt vett, és általánosan elmondható, hogy jó szezon zártak a strandok. Gőzölögnek a szabadtéri medencék Magyar Hertelenden, nagyon jó szezon zárt a strand, most pedig a fürdő adott honta a Dél-Dunántúli Gyógy és Termálturisztikai Klaszter záró konferenciájának is. A megújult komplexumban naponta 4-500 vendég is megfordult. A fürdő igazgatója azt mondja, az elmúlt 22 hónapban megtanultak együtt dolgozni a konkurenciával. Én úgy mondom, vagy úgy gondolom, hogy minden fürdőnek meg kellene, hogy legyen a speciális adottsága. Ugye nálunk elsődlegesen mi a fiatalokra építünk, a gyerekesekre, a fiatal párokra és a kisgyerekekre. Mi nem tudunk, tehát nincs csúszda, meg csúszdapark, stb. Tehát ez a korosztály nálunk teljesen kiesik. Itt inkább az idősebbek. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon szelektív dolog, és ez lenne a jövő mindenképpen. A régió gyógy és turisztikai klasztere 2010 novemberében alakult meg, 13 fürdőkomplexumot és számos szálláshelyet, vendéglátóhelyet foglal magába. A cél az volt, hogy a régió szinte telített piacán minden fürdő megtalálja a helyét, tapasztalatot cseréljenek és segítsék egymás munkáját. A célja az volt az egésznek, hogy még jobban összefogjuk a fürdőket, és minél több turistát tudjunk a térségbe vonzani ezáltal, hogy még jobb marketingjük legyen, még jobban elfogadják azt, hogy igenis itt vannak, hogy annak ellenére, hogy szinte 20 kilométerenként, 25 kilométerenként van egy fürdő hasonló szolgáltatásokkal, hogy ők nem egymás ellenfelei, úgymond. Az elsődleges felmérések azt mutatják, hogy szinte kivétel nélkül minden termálfürdő jó szezon zárt, bár a régió nem áll jól az itt eltöltött vendégészakák számát tekintve, a napi vendégforgalomra nem lehet panasz. A szakemberek azt mondják, a turizmus fellendítésének első lépése az lenne, hogy egyáltalán megismertessék az emberekkel ezeket a komplexumokat, hisz a régióban élők közül sokan nem is tudják, mik közül választhatnak. Például az, hogy kitáblázzuk, hogy mi van. Én most utaztam 180 kilométert, és például a Magyar Hertelendi létesítmény, ez 1,2 kilométerre magától a fürdőtől először kitáblázva. A klaszternek várhatóan nem szűnik meg a tevékenysége, bár októberben lejár a vállalt 5 év, újabb pályázatot nyújtanak be, és a jövőben is segítik majd a régió fürdőinek munkáját. Dr. Komlósi László, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, és Dr. Fischer Ferenc, a PTE Bölcsészettudományi Karának dékánja nyitotta meg csütörtökön a BTK 30/20 elnevezésű rendezvénysorozatot. A 2013 végéig tartó programsorozat a tudományos élet szereplői mellett megszólítja az intézmény egykori, jelenlegi és leendő hallgatóit, valamint nyitva áll a kulturális és tudományos élet iránt érdeklődő nagyközönség előtt is. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 2012 és 2013 folyamán többes jubileumot ünnepel. 30 éve 1982-ben jött létre a Janus Pannonius Tudományegyetem, és ezzel a korábbi tanárképző főiskola egyetemi karrá vált. 1983. szeptemberében pedig megindult az egyetemi szintű tanár- és bölcsészképzés. 20 évvel ezelőtt, 1992-ben a JPTE tanárképzőkara két önálló karrá alakult, és létrejött a Bölcsészettudományi Kar. Ma tartotta a Zeneszüret Fesztivál előzetes sajtótájékoztatóját a Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft. A programsorozat második alkalommal kerül megrendezésre október 1-től 7-éig. A szervezők célja, hogy minél több rajongót szerezzenek a komoly zenének. Ennek érdekében a 6 nap alatt több mint 500 a társművészeteket is bevonó színvonalas programmal várják az érdeklődőket az ország minden pontjáról. Mindig fontos célkitűzés ennek a fesztiválnak, hogy minél több új szerelmesét, minél több új vendéget szerezzünk a komoly zenének, a klasszikus zenének. Így, ami komoly program, így például a 3 tenor koncertünk, oda is becsempésztük a Csillag születik győztesét, Mészáros János Eleket, aki úgy tudom, hogy manapság kedvelt szereplője a médiáknak, illetve
szeretnénk a fő esti koncertek mellett, melyek helyszíne gyakorlatilag 90%-ban a Kodály központ lesz, megnyerni az utca népét is, az Árkád bevásárló központban is naponta koncert lesz, és a Színház téren is, illetve a Széchenyi téren kivetítőnkön figyelemmel kísérhetik az eseményeket. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Első fokon pert nyert egy balatonellei devizahiteles férfi az Erste Bank ellen. A fogyódi bíróság indoklásában kimondta, a pénzintézet tisztességtelenül emelte a kamatot. Az ügy már végrehajtási szakaszban volt, a családot bármikor kiköltöztethették volna a több generációs házból. Ezzel pedig egy életmunkája veszett volna kárba, mondta az adós. Itt a garázsunkban csomagolóban pakolva azok a holmik, akik nem minden napi cikkek, hogy amikor kiköltöztetnek a lakásba bennünket, vagy költöznünk kell, akkor csak összeszedjük, azt elmegyünk vele. De hogy hová, hát azt még nem tudjuk. A balatonlellei család már felkészült arra, hogy fedél nélkül marad. Fabi József több mint 50 éve működő vállalkozását szerette volna életben tartani, ezért 2008-ban az unokája segítségével hitelt vettek fel. A törlesztő részlet két év alatt 80 ezer forintról 140 ezerre emelkedett. Ezt azonban nem tudták fizetni, így az Erste Bank 2010-ben felbontotta a szerződést. Pár hónapja pedig a végrehajtásról szóló papír is megérkezett. Az unokámnak, mivel hogy az ő nevén van a hitel, a teljes magánvagyonára és a folyószámlára inkasztot tettek rá, lefoglalták a gépkocsiját, lefoglalták ezt a családi házat olyan formában, hogy a földhivatalnál szél bejegyzést tettek rá. A család júniusban indított pert a bank ellen, szerintük ugyanis a pénzintézet becsapta őket. Magamtól meg magunktól megkérdezzük, hogy miért emelkedik nekünk a törlesztő részletünk, amikor csak kamatot kell fizetni, és a svájci franknak a kamata meg lefelé száll. Erre alapozta beadványát a család, a Fonyódi Bíróság pedig kimondta, a bank egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó kikötése tisztességtelen, éppen ezért semmis. Ilyen ítélet eddig még nem született. Nem az egész szerződés tisztességtelen, hanem abból a szerződési feltétel, egy-egy szerződési feltétel. Ebben az esetben az a szerződési feltétel, aminél a bank biztosítja magának, hiszen ő csinálta a szerződést, ő biztosította magának az egyoldalú szerződés módosítás jogát. A jogszabályok szerint a bank csak meghatározott indokok alapján változtathat a kamat mértékén, az Erste Bank azonban nem tudta megindokolni az emelést. Fabi József azt mondja, ha nincs ez a döntés, már az utcára kerültek volna, és az unokájuk jövőjét is tönkretették volna. A követelés ugyanis ma már nem 21, hanem 36 millió. Úgy látszik, hogy mégis vannak olyan, lehet mondani, törvényszolgák, akik lelkismeretesen végzik a dolgokat, és belenéznek az iratoknak a fenekére. A balatonlellei férfi minden sorstársát arra buzdítja, bátran vegye fel a harcot a tisztességtelenül eljáró bankokkal szemben. Ha ez az ítélet emelkedik jogerőre, akkor újból egyezkednie kell a pénzintézetnek az adóssal, aki vélhetően kevesebbet fizet majd a mostani irreálisan magas összegnél. Jogerős ítéletet hozott a kaposvári törvényszék a két gyermek halálát okozó ságvári löszfalomlás ügyében. Egy év, 10 hónap, 2 évre felfüggesztett, fogházbüntetésre ítélte az apát a bíróság, aki ellen halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat az ügyesség. A 35 éves ságvári férfi, 5 éves fia és a neki segítő szomszéd 10 éves kislánya meghalt, amikor 2010. júliusában rájuk dőlt a löszfal. Az ítélet indoklásában a bíró rámutatott, hiányzott a támfal építéséhez szükséges építési engedély. A vádlottnak nem volt szakismerete ehhez a munkához, és nem fordított kellő figyelmet a gyerekekre a munkavégzés során. Több száz lakás vár Szekszárdon a panel programra. Az ott élőket érzékenyen érinti, hogy lemaradtak a felújítási pályázatról, mivel például a szigetelés nélküli házakban így sokkal magasabbak a fűtési költségek. Ennél csúnyább is volt, ott ahol ekkora darab hiányzott. Mert most hát nyilvánvalóan, hogy ott befúj, az jelentősen hűti a lakást.
Az egykori házon tátongó rést mutatja Lukács István. A Mikes utca 24-es számú házban lakó közös képviselő évtizedek óta él itt. Ennek az épületnek a szigetelése csak részben megoldott. A falakon korábban betömték a réseket, de a végleges megoldást a ház teljes szigetelése jelenteni. Azonban a ház kimaradt a panel programból, saját erőből pedig nincs pénz a szigetelésre. A legrosszabbak a szélső lakások, a középső lakások azok viszonylag jók. Kölcsei lakótelep 5. A 9-es számig terjedő épület sort 10 éve szigetelték le teljes egészében a panel programban. Akkor 10 millió forintba került a beruházás, viszont ezt követően egy évvel mindez 11 millió forint megtakarítást eredményezett a fűtésben. 2200 lakás. Az Aliszka Lakásszövetkezet elnöke azt mondja, az elmúlt 10 évben több mint 2000 lakást szigeteltek le a panel programban Szekszárdon 812 millió forintból. A költségek egyharmadát az állam, egyharmadát az önkormányzat, egyharmadát pedig a lakók fizették. Sok ház azonban kimaradt a programból. Még közel 800 lakás hőszigetelése maradt hátra, amelyből 2 panelépület, 7 darab téglaépületünk van, amit még el kell végeznünk, és 6 darab iparosított technológiával épült épület. A szigetelés nélküli házakban élőknek a pályázati kiírásra egyelőre még várni kell. Sajtóinformációk szerint a kormány döntése már megszületett, így hamarosan folytatódhat a panelprogram. Az év végére akár a 60-80 milliárd forintot is elérheti a kórházak adósságállománya, értesült a Világgazdaság. Az egészségügyért felelős államtitkárság felmérése szerint július 31-én a kincstári intézmények 60 napon túli tartozása 7,9 milliárd forint volt, míg a gazdasági társaságok lejárt szállítói állománya 8,4 milliárd forintra rúgott. Szakértők szerint ez a tartozás állomány az év második felében megduplázódhat. A kórházvezetők szerint az újbóli eladósodásnak elsősorban az az oka, hogy miközben a kötelező és az évközbeni béremelések, az ár és az áfa emelkedés és az infláció hatásai miatt a tavalyihoz képest még többet kell költeniük az intézményeknek, megtakarítási lehetőségeik továbbra sincsenek. A még csak induló központi közbeszerzések hatása legkorábban jövőre érezhető. 2008 óta nem volt ilyen magas az infláció, most 6%-os és május óta egyre gyorsul. A KSH adatai szerint augusztusban a fogyasztói árak 0,1%-kal nőttek, és 6%-kal haladták meg az egy évvel ezelőtti szintet. Júliushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 0,9%-kal csökkent, meghatározóan az idényáras élelmiszerek árcsökkenése következtében. Ám ezek nélkül számítva a fogyasztói árak 0,4%-kal emelkedtek. Olcsóbb lett a sajt, a párizsi és a kolbász. Emelkedett a sertészsíradék és a sertéshús ára. Augusztusban az üzemanyag drágult legnagyobb mértékben, de emelkedett a szeszes italok és a dohányáruk ára is. A nyári leárazásoknak köszönhetően viszont a ruházkodási cikkek olcsóbbak lettek. A felsőbb évesekre is kiterjeszteni a Diákhitel 2-t a Magyar Rektori Konferencia. A szakemberek, köztük a Kaposvári Egyetem rektora is több szakmai javaslatot megfogalmazott a jogszabály módosító tervezethez. Ezeket a napokban juttatják el a kormányhoz. Napokon belül összeáll az a javaslatcsomag, amelyben a Magyar Rektori Konferencia szakemberei fogalmazzák meg jogszabálymódosító észrevételeiket. A Kaposvári Egyetem vezetősége is véleményezte a tervezetet, mondja az oktatási igazgató. Tulajdonképpen gazdálkodási kérdések, intézményhálózati kérdések és egy Kárpát-medencei felsőoktatási térség kialakításának a kérdése is szerepel ebben az anyagban, aminek a véglegesítése a közeljövőben várható. Konkrétumokat addig nem tudni, ám a sajtóban megjelent javaslatot, miszerint a Diákhitel 2 konstrukciót a felsőbb évesekre is kiterjesztenék, a Kaposvári Kampusz is támogatja, hangsúlyozza Lehőc Gábor. A javaslatcsomagot a közeljövőben juttatják el a kormányhoz. A hallgatói szerződésekkel kapcsolatban Lehőc Gábor arról tájékoztatta híradónkat, hogy egyelőre minden diák aláírta a dokumentumot, bár a beiratkozások még nem zárultak le. Abban az esetben, ha valaki úgy dönt, hogy nem kezdi meg a tanulmányait, azt a fennmaradó helyet már nem tudjuk feltölteni, csak a következő felvételi eljárásban.
Vagyis ilyen esetben az egyetemnek normatíva kieséssel kell számolnia, ugyanis sem jogi, sem pedig technikai lehetőség nincs arra, hogy még ősszel újabb felvételit hirdessenek és bonyolítsanak le, hangsúlyozza a szakember. A szokásosnál néhány héttel később kezdődött meg a gímszarvas párzási időszak a Somogyban. Mostanra azonban már zengnek a zselici erdők a gímbikák nászénekétől. Ez egyúttal a gímszarvas vadászati idénynek kezdete is. Szerelmes gímszarvas bikák felajzott énekétől hangosak a somogyi erdők. A napokban kezdődött meg a szarvasbőgés a megyében, valamivel később, mint szokott, hiszen a gímszarvas kedveli a hűvösebb időjárást. Szeptember első napjaiban azonban még meglehetősen meleg volt a gímszarvasok párzási időszakához. Minél szárazabb az időjárás, minél kevesebb a csapadék, annál később kezdődik el a szarvasbőgés. Tudni kell azt is, hogy egy adott területen minél több szarvasbika van, ott annál korábban kezdik meg a bőgést. Nem azért hallatják hangjukat augusztus végén, szeptember elején a szarvasbikák, mert szomorúak. Arról van szó, hogy nászra hívják a nőstény egyedeket, valamint ez afféle erőfitoktatás is. Az idei szezonban, amely alig két hete kezdődött, már esett egy méretes trófea a sefagvadász területén. Ezen a héten tartunk a bőgési időszak derekán, a legfontosabb időszakban. Eddig egy 11,81 kg-os bika tartja a rekordot, amely a szántódi területen esett. Ez már közelít a tavalyi rekord ragancsoshoz, egy 11,9 kg-os bikához. Az elmúlt évben egyébként 146 gímbikát hoztak terítékre a vadászok a Sefag ZRT vadász területein. A vadászat szarvasbőgéskor sem a célbalövésről szól, hiszen ilyenkor gyönyörködhet csak igazán a vadász a természet szépségében, ugyanis a határt járó puskások számára páratlan élmény a bőgéstől zengő mezőn egy büszkén lépdelő gímszarvasbika látványa. Marad az esős ősz, az időjárás előtt főbb híreink röviden. A pécsiek fele még nem fizetett, szeptember 17-e a határidő. Kevesebb dolgozót épít le az egyetem, hamarosan végéhez ér a létszámcsökkentés. Garázslakók zavarják az egyik utca nyugalmát Pécsett, az önkormányzat megszüntetné ezt a helyzetet. A Petőfi utcát is felbontják, finiséhez ért az idei gázvezeték rekonstrukció. Pénteken átmenetileg csökken, majd délutántól ismét megnövekszik a felhőzet. A hajnali, reggeli órákban, illetve este újra valószínű esőzápor. Erős maradhat az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet péntek reggel 9-11, napközben 19-21 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel péntek este jelentkezünk, addig is viszontlátásra!